hogy kihívjunk-e valakit, aki drágában megcsinálja, mint... Ali, szia, szia! Olimpikonok, kérem szépen. Ők is nézik a csatornát. Hát, na. Most nem rosszban mondom, de ez jó esik. Na jó, nem poénkodok már. Na, szerelem a botot. Na szóval, kicsit megdöntöm. Mondtátok, hogy minél jobban látszódjon már, amit csinálok. Rendben van. Remélem így jó lesz. Süllőző felszerelés kötése. Kell egy ilyen. Szóval ezt mindenki ilyen. Mindenki más, hogy antennának hívják meg. Süllőző előkének. Hát most hívjátok, aminek akarjátok. Én szívásnak hívom. Bele kell ide találni. És végig kell vezetni. Hát meg ilyen egy helikopter, nem hiszem el. Komolyan mondom, ezek az én tiszteletemre jönnek erre. Na szóval itt dugom végig, nem tudom mennyire fog látszódni, vagy hol van a kamera. Szerintem látszódik. Hát, ha sikerül végig dugni itt a... Hopp, kijött a lukon, átdugtam. Nagyon jó. És akkor most jön a trükk. Hát, ha ez trükk. Hát az én trükköm. Na. Hát ugye, mindjárt itt a lomosban nézünk egy olmot. Hát, szenzációs ez a lomos. Ja, itt minden van. És... lehetne úgy is csinálni, hogy ugye vásárlunk külön erre a célra olmot, de pont ugyanazzal az olommal fogok, ilyen 80 g-os olommal süllőzni, mint amivel beszoktam húzni. Csak a lukkal vagyok gondba. Jó. Kihúztam. Nem szeretem az ilyen türelmetlenséges dolgokat. Na, és megmutatnád akkor most, mert ugye itt ez jó lenne egy olyan ólom, ami füles, ugye? Vagy hogy rá a végére, és akkor itt fölött az antenna, arra rá az előtt, na, mindjárt mutatom. De ezt úgy csinálom én meg, hát elég parasztos sztori, de működik. Ide kötök a végére egy fület, így. Ólomkötés. Jó, most ezzel a fütyekkel itt nem foglalkozok. És akkor van itt nekem olyanom, hogy így lehet megütköztetni egyszerűen. Van itt ilyen, hát legyen ez a nagyobb. Szóval van itt ilyen forgókapocs a végére. Így. Amit átbújtatok így. Tadám! És már is megütközött a végén. Ennyi. Nem is kell vele tovább foglalkozni. Ez pedig len, ide rárakjuk az előkét, ez pedig len, tudja úgy húzni a süllő, ahogy ő azt szeretné. És ami még jó dolog az egészben, amiért ez így van, tavaly ezzel fogtam már süllőt, ezzel a felszereléssel, tehát nem vaktába lövöldözök, hogy ugye ez így van, ez az antenna, és ahogy dobok befelé, ez szépen lassan a fonott damil miatt nagyon lassan fog így esni lefelé. Érted? Érted, biztos. Monofilnál is csúszik lefelé, de látod, most így elengedem? Hát éppen hogy csak. Nyilván rajta lesz a horog, meg a kis halszeret, és akkor az majd így szépen lassan a víz alatt így húzza, és halálra ingerli vele a rabló halat, ha épp ott van a környéken, hát egy pár perc alatt pedig le is megy a teljesen az aljára, nyilván lecsúszik. Oké, na hát ez így néz ki. Ez a verzió. Oké, és akkor ehhez van itten nekem süllőzőhorog. Ennek a rapalának a... Egyes, nem szeretem ezt a barnát, hanem kettes, nem? Már itt elég kicsik a 1-0-as, 1-es, gamakacu. Gamakacu 1-es, süllőző horog. Kiveszem dobozból. Mondtátok, hogy ne vágjam már a videókat. 25-ös monofil. Volt itt 30-as is.
Lehet pont itt van a... Aha. Innét jön. 30-as, ez kell nekem. Így. Azt mondja, hogy egy kétféle kötéssel kötöttem meg tavaly, most hát megmutatom az egyiket. Hát ez a, nem kell mindenkinek magyarázni, mit csinálok szerintem. 1, 2, 3, 4, helikopter 5, helikopter 6, helikopter 7, helikopter 8. Át a lukon, rendben van. És akkor itt a ezen a fülön meg vissza. Jó, ha szerencsém van, akkor jó sikerült. Na akkor kötök másikat. Hopp, au. Jó. Így né. Meg is vagyunk. Hát itt egy kötés miatt nem vágódott meg a damil, de... Jó. Na, újra kötöm. Nem szeretem az ilyet. Akkor ott egy picit így megfodrozódik a damil. Nem tudom miért, de... Nyilván ügyetlenül kötöttem. Jó volt a kötés, mert bírta. Kést is alig engedte el. A másik kötés pedig, amit... Jó, most kössük meg máshogy. Most megmutattam az egyiket. Tök egyszerű sztori lesz. Ki fogtok nevetni, tudom, de működik. Jó, telefon. Tanultam a múltkoriból. Most nem fogom felvenni, majd mindjárt visszahívom, ha ezt megkötöttem. Figyelj, ez saját fejlesztés. Nevetni fogtok. Na, főleg, hogy nem sikerül, ugye? Hát akkor még jobban. Fület kötök, ugyanúgy, mint az ólomnál. Átbújtatom egyszer. Így. És átbújtatom még egyszer. Szerintem ennél egyszerű porokkötés nem igen van. Rendben. És meghúzom. És ez itt, sülőre, ezt azt találtam ki, minél inkább jobban fityegjen itt a... Tehát tulajdonképpen egy ilyen fület csinálok ide, és ezen a fülön tud a horog így oldalirányba ezt így mozogni. Ezt abból gondoltam, hogy ez így jó, hogy a rapalára is, amikor kötjük a forgókapocshoz ezt a kötést, legalábbis én szoktam így kötni, akkor ugye sokkal szabadabban tud mocorogni ez a horog. Hát tudod? Na, próbáljuk ki így. Puding próbálja az evés. És akkor mit tudom én ide egy, kötünk egy ilyen 40-45 cm-es előkét, mármint fület, vagy igen, előkét. Egy fül, két fül át, burkol, hurkol, meghúz, és akkor elvágod itt így. Nem jó helyen, vágtam el. Oké. Okay. Szóval ezért jó, hogy ilyen hosszú, mert tud belőle lenni. Jaj. És akkor újra. Na, ezt már nem tudom elrontani. Oké. Okay. És akkor, ha ez megvan, így, né? Akkor ezt felakasztjuk ide ebbe. Jó. Nem tudom, mennyire látszódik. Remélem pont jó. Oké, és akkor ez így néz ki, hogy itt lesz a csali, ezen csúszkál, ezen az antennán, vagy sülő előkén, vagy ki hogy hívja. A halszerezet az itt lesz, ez lent lesz így a földön, és akkor ez itt tudja húzogatni oda, ahová szeretné a süllőke. Jó? Mindjárt megmutatom még a halszeretet, hogy szoktam vágni, és akkor utána csak most telefonálok egyet, mert valaki nagyon türelmetlen. Na, hali! Na, hát, mint látszik, meghalt. Na most itt a fejlevágást azt ugye nem mutatom, mert aztán nehogy itt valami olyan dolog legyen itt a YouTube algoritmusában, ami nem tetszik, de... Tehát ezt a fejet eltávolítottuk. Na. Nem él, csak az ideg. És akkor kétféleképp... Elhiszitek úgy, hogy nem él, mert ugye... Kétféleképpen lehet, hát itt egy idegszálát nyomok neki. Itt elvágom kettébe. Ezt a kicsit.
És akkor van egy trükk, amit Bokor Károlytól lestem el. 90-es évek süllőzős videóiból. Meg kell nyesni itt egy kicsit a húsát a halnak. Meg kell egy kicsit ilyen kanalazni. Itt, így. Ezt így is lehet hagyni. És akkor mutatom. Hogy kell. Hogy szoktam. Nem kötelező így, de én így szoktam. A pukkantója az ki legyen durrantva, mert amúgy lebegne végig a víz tetején, és akkor nem tudom, hogy fog látszódni, hova néz most a kamera. Szerintem így látszódik. Majd visszanézem, és ide ebbe a részébe kell bele rakni. Ide, így ennyire. És így szétrancsírozva, látszik, hogy vérzik, előről, hátulról, ez csúszik, és akkor mutatom a távolságot. Mutatom a távolságot. Én honnan fogom a süllőt, tavaly honnan jöttek. Azt mondja, hogy ennyi. Ez pontosan oda van dobva, ahol nyáron volt az etetésem. El is mondom, hogy miért. Tavaly jöttem rá, hogy igazából pont, ahol kifürödték a pontyok azt a kis gödröt, onnét jön a süllő. Nyilván beáll a süllő a gödörbe, a nyári etetésre. Na. Jó lenne egy nyelető fékes orsó. Jó simanó, de célnak megfelel ez is. Jó, ezt tudja majd húzni. Kicsi ellenállással. Ezt meg bekapcsoljuk. Jó. És akkor ez itt van előttem. Pontyozó a túloldalt, süllőző itt jobb oldalt, két különböző halfajtára horgászok, hát meglátjuk, hogy milyen sikerrel. Ha lesz valami érdemleges dolog, akkor indítom a kamerát. Hali. Kapás a süllőzőre. Itt ülök másfél órája a sötétben. Elhúzta? Nem. Ha. Valami pedig történt. A poénból nem csipen a kapásjelző. Hány óra van? 17 óra 50. Valami cibálja a süllőzőt. Lehet kis süllő. Törpe az nem így csinálná. Nem lett meg. Őny. Nem lett meg. Nem nyelte be rendesen. Nyelet nem kellett volna még. De nem akartam, mert ha meg kis süllő, valahova beesel majd most, jó? Majd valahova lett. Ha meg kis süllő, akkor meg, ha visszaengedem, akkor ugye az nem tesz jót neki. Ha sokáig nyeletve van. Na nem baj, egy kapás már volt. Ez pozitív.
ezzel mi a helyzet? Jó. Okay.